tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatold az öveket és nyújt be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Tudományban partnerünk a planetology.hu bolygótudományi portál. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Erzsóval, aki pedagógus, Gergővel, aki geográfus, és Nándorral, aki környezetkutató. Ez itt a Planetocast, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Sziasztok! Ez a Planetocast első évadjának első adása, a mikrofonnál Rezsabek Nándor. Az elkövetkező hetekben igyekszünk jobbnál jobb témákkal kitölteni azt az űrt, amit a Parallaxis hagy maga után a nyári szünet alatt. Szeptember 2-án indul viszont újra útjára a Parallaxis podcast, az 5. évaddal. Mindez azonban azt is jelenti, tehát, hogy a nyári szünetben a mostani hármas felállásban találkozhattok velünk, és a Planetocast első adásában a menetrendszeren felbukkanó világvége jóslatok kerülnek terítékre, ezek gyakorta globális hisztériakeltése járnak, ezt próbáljuk körbejárni, és köszöntöm műsorvezető társaimat, Bardócni Kocsi Zserzsolt, szervusz Erzsó! Sziasztok! Valamint Kovács Gergőt, szervusz Gergő! Sziasztok! És talán ott lehetne kezdeni, hogy definiáljuk egyáltalán, mi az a világvége, hogyha valaki, hogy nagyjából ugye van elképzelésünk, hát erre mindenkinek van elképzelése, akár egy gyerekszobában zajló események is sokszor egy világvége hangulatot tükröznek, vagy pedig a hírekben felbukkanó, becsapódó, közeledő égitestekre, ugye amit minden esetben mindig aszteroidának mondanak, és sohasem kisbolygónak, mert így lehet eladni. Tehát mindenkinek valamilyen kép él a tudatában, vagy megjelenik, hogyha ezt a szót hallja, de próbáljuk valamilyen konkrét megfogalmazással. Nektek mi ez? Ha nektek azt mondják, hogy világvége, akkor mi jut az eszetekbe? Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi lehet a világvége? A Földnek esetleg egy konkrét, totális fizikai elpusztulása? Vagy csupán az emberiség elpusztulása valami által? Vagy a saját halálunk, ami számunkra ténylegesen a világ végét jelenti? Vagy egyszerűen olyan egyszerű dolgok, hogy elmegy az internet? Tehát nagyon-nagyon érdekes ez a kérdés, hogy mi az, ami világ végének számíthat. Tanástalan vagyok, hogy tényleg amit sokan világ végének mondanak, mit gondoltok? Ezek mind összetémelhetnek, és itt a tovább gondoljuk, ugye, amit te mondtál, hogy az egyéni életben, hogy nem feltétlenül ilyen konkrét dolgok például, hogy nincsen internet, amikor éppen szükség lenne rá, vagy hanem ilyen, akár ilyen egyéni életkatasztrófák is, amik jöhetnek, tehát hogyha belemegyünk ilyen különböző történésekbe, amikor nagyon ilyen sorsfordulók, amik szintén lehet, úgy élhet meg az ember, hogy valójában élni fog, meg élve lesz, de a saját kis világának úgymond vége lesz, tehát akár egy válás, vagy akár, ha belegondolunk a mostani érettségi időszak, ami a Covid időszakban volt, tehát egy 18 éves, akár azt is megélhette a saját kis világának a végének, hiszen egészen más típusú volt, és ezek is lehetnek, nem kell ahhoz kisbolygó, hogy valakinek így összeomoljon az egész élete, és újra kell építeni, tehát ezek is egyfajta egyéni világvégék lehetnek. Azt kell, hogy mondjam, hogy azért elég tág fogalom a világvége, hogyha így tekintjük, tehát elég sok minden tartozik a világ végébe, éppen ezért elég nehezen tudom én komolyan venni ezt a szót, hogy világvége. Hát megmondom őszintén, nekem egyből, hogy ez így eszembe jut, nekem ilyen természettudományos képek ugranak be, ugye akár a hógolyóföld, amiről majd beszélhetünk itt az adásban, de mondjuk legtöbbször ugye a saját témáim ugye egy égites becsapódása, ugye ez jelenik meg. De valóban, amit mondtok, ugye ez nagyon sokrétű, és a személyes szintű gyakorlatilag tényleg egy teljes emberiséget foglalkoztató katasztrófáig terjedhet. Hát nézzük meg esetleg, hogy mondjuk a történelem során milyen események voltak, ahol ugye ezek előkerültek, és azt mondom, hogy ennek esetleg valami írásos nyoma van, vagy valahogy fönnmaradtak, vagy ugye a közelmúltban is nyilván emlékszünk néhányra, hogy nektek mi az, ami úgy mondom, hogy legelső, amivel
említés szintjén, az időben visszafelé találkoztatok? Valamilyen bibliai vonatkozás esetleg, vagy valamilyen ősi mítosz? Nekem először eszembe jutott, hogy ez lesz a téma, tehát nem is inkább ilyesmi konkrét tény jutott eszembe, hanem biztos, tudjátok, hogy rémlenek nektek, hiszen ti is szoktatok klasszikust hallgatni. Vannak ezek a Dies Irae feldolgozások, akár Mozartnál, vagy akár Verdinél, amikor ugye kimondottan arról szól, ugye, hogy ama végső harag napjáról. Ugye amikor hatalmasnak szimfonikus zenekarok, fúvósokkal, meg dobókkal ugye elővezetik magát a zenei momentumot, és akkor szinte az ember látja is ezeket, a később ugye biztos előfordul a bibliai apokalipszis lovasait, ahogy a négy lovas így bevágtázik, és akkor, amit mondtatok, tehát, hogy hatalmas nagy villámok és égzengés, tehát, hogy tehát inkább ez volt az első, amilyen feeling az, ami beugrik először, tehát mindenféle akár természettudományos, vagy akár irodalmi tény előtt, hogy a belegondolok, hogy egy ember életében, tehát mekkora flash lehet ez, hogy ezt a zenét hallgatva, és akkor úgy beleindul, hogy akkor nézzük meg, hogy mik is voltak valójában. Tehát... Akkor lehet, hogy mondjuk azt mondom, hogy legyen mondjuk egy bibliai özönvíz, ami ugye Noé bárke, stb., de ugye ezt azért lehet tudni, hogy ez a momentum előfordul számtalan más ősi iratban is, tehát biztos, hogy az akkori időszakban volt valami olyan emlék, ami áthatott az akkori emberi kultúrát. Nyilván, hogy ezt mindig el kell mondani, ezek nem természettudományos leírások, de valójában ugye ez megjelenik több helyen, és szinte biztos, hogy az akkori, ókori civilizációk szempontjából azon a környéken, tehát most legyen ez a Mezopotámia, vagy pedig az egykori Izrael, Palesztina, ezen a területen biztos, hogy volt valami olyan katasztrófa, ami egyszerűen beleégett az emberek tudatába. Ezzel ugye foglalkoztak is, ugye ezeket próbálták magyarázni, ugye özönvízzel, de ugye az özönvíznek is milyen kiváltóka van, valamilyen földrengés, vulkánkitörés, ugye Hédervári Péterről jól tudjuk, hogy erre próbált magyarázatok, vagy ilyen Ponori Török Aurél. Ez számomra így a zene kapcsán erre asszociált egy kicsit. Egyébként, amit mondasz, ez az özönvíz kép, ez nagyon érdekes, mert főleg, amit Pororirál is mondtál, hogy van egy nagyon klassz ábra az ő egyik könyvében, hogy amit ugye a Biblia alapján ugye természetesen, hogy hogyan is történhetett ez az özönvíz dolog, ugye, hogy van tehát úgy kell elképzelni a földünket, mint hogyha egy tányér lenne, ez nem a lapos föld elméletről van szó, hanem tehát ugye a föld felszín, és ugye mint egy búra lenne felette az égbolt, és az égbolt feletti búrán felül vannak az úgynevezett égi vizek, és a földréteg alatt vannak az alsó vizek. És amit mondtál, hogy az özönvízszerű állapot, ez az volt, mint akkor ez a felső meg alsó vizek összefolyhattak, és ez a természettudományos jelenség is, hogy ez hogy történhetett, vagy mi történhetett, hogy honnan jöhettek ezek a vizek, vagy ezek a hatalmas nagy áradások, amit te is mondtál, hogy ez nem csak ugye náluk jelik meg, hanem ugye az az adott kultúra körében is. De hogyha mert legondolunk, ez az özönvíz téma, ez nem csak náluk fog megjelenni, hanem később például a Nostradamus, ugye a nagy jós történetében, hát ő is állandóan utalt erre, sőt, nem, akár a 2020-as évre is, meg a 21-es évre is ő jósolt ilyet, hogy hatalmas nagy cunamik lesznek, ami ugye néhány évvel ezelőtt is volt, hogy ez újra meg fog ismétlődni. Tehát ez az özönvíz, mint olyan, ez ilyen, tényleg ilyen nagy világvége toposz, nem csak akkor az őkorban, hanem, mint látjuk, ugye a 6. század, tehát Nostradamusnál is a 14. század környékén, tehát akkor is, de például volt egy vakjós, egy bolgár vakjósnő, aki 96 környékén halt meg, de például ő is azt jósolta meg, hogy 2020-ban, tehát szerencsénk ugye tavaly történt, hetett volna, hogy Ázsiát egy hatalmas nagy cunami fogja elönteni. Tehát ezek az özönvíztoposzok, ezek megvannak ugye évszázadok óta így az emberi tudatban, mint hatalmas nagy félelem. Ez talán egyfajta egy ilyen kollektív tudat alattiból származó félelem. Igen, abszolút. Ez teljesen, igen. A többi is ugyanilyen lesz. Tehát ha végig fogjuk venni, akkor meg fogjuk látni, hogy szerintem minden egyes elem pont erre vezethető majd vissza. Tehát nem csak a vissza, hanem az összes többi majd, amit sorra fogunk venni. Ez az, igen, az ősi emberi félelmek, hogy minden ember mitől fél, attól kezdve, hogy az ősember ott volt a barlangjában, egészen addig, hogy most itt ülünk, és mitől tartunk. Tehát a globális felmelegedés kapcsán, ha megnövekszik a tengervíz, ez nem ugyanerről szól. Hát az fontos elmondani, hogy tényleg szerintem nincs ember, aki összetudja szedni, hogy az ókorban, meg ugye azelőtt hány világ vége lehetett már, amit ugye szerencsésen túléltünk.
nekünk így csak azokról van tudomásunk, amikről vannak feljegyzések, olyankor a legelső ilyen világvége az ugye 992-ben volt, mely szerint ugye Türingei Bernard bejelentette, hogy a világ az még 23 évig fog tartani, hát ugye nem lett igaza, de ahogy én itt kutakodtam az interneten, azt találtam, hogy talán ezeknek a világvégéknek, amik már bekövetkeznek, három fő típusa lehet az én felvetésem szerint. Egyfajta égi konstelláció alapú, amikor az egyes égitesteknek az együttállása miatt hiszik azt emberek, hogy na, a világ itt véget fog érni. A második az, ami egyszerűen a mitológiára épít, a harmadik pedig ilyen urambocsán számmisztikai alapú, tehát amikor így úgy kiszámolják, hogy valamikor a világ az végéhez fog érni. Szerintem. És ugye ezt a konstelláció alaput, amivel kezdted, ugye nagyon szépen ugye az ember tragédiájában ugye megörökítették ugye Kepler alakját, hogy ugye ebből hogy lesz pénzkereset, annak kell, hogy akarata ellenére. És ezekhez még ugye a vízhez még egy dolog, hogy ez ennek szerintem van még egy nagyon érdekes áthallása, például ugye a Titanic katasztrófa, hogy azon ugye több mint 100 éve most már hüledezünk, és valójában egy alámerülő test, annak jelen, hogy az egy hajó, és ugyanez megjelenik akár így a korszerű tudományos kutatásoknál, ugye lássuk be, hogy az égitesteknél is, ugye ezt keressük, a vizet vagy a folyadékot, ugye a Marsot, ugye idén több űrszonda, meg rover célozta, emellett pedig kutatások szempontjából egy kiemelt célpont a Titán hold, a Szaturnusz holdja, ahol pedig szintén a naprendszerben a Föld mellett egyedül találhatók felszíni vizek, tehát ezek még így megjelennek azt mondom, a tudományos kutatás szintjén is, és nyilván ezeket valamilyen emberi motiváció mozgatja azon túl, hogy ez érdekes, azt mondom, egy publikáció szempontjából, hogy ezt leírja egy kutató. Elég sok világvége gyűlt így össze, akár is szó eshet mondjuk a Tycho de Brahe-nek a szupernovájáról, ugye 1572-ben, amiről tényleg azt hitték, hogy valamiféle előjel, egy ilyen rossz ómene lehet a világ végének, akár annak, hogy mondjuk 1665-ben, amikor éppen a pestis járvány közepén voltunk, tehát amikor dúlt a pestis, ugye azt hitték a világnak a végének, de hogy egy kicsit frissebbet említsek, a héli üstököst, ugye azt, amikor, és ezt még Kulin György is megemlítette, az életrajzi kötetében olvastam, hogy ő még kisgyerek volt, amikor látták az égbolton ezt a hatalmas nagy csóvály üstököst, mintha egy hatalmas seprű lenne az égbolton, és ő, a ifjú gyerek Kulin György nem értette, hogy az emberek mitől rettegnek. Tehát ugye mondták azt, ugye, hogy ez az üstökös az Isten ostora, aki megbüntet minket a bűneink miatt, és hogy a csóvájának a ilyen mérges gáz tartalma majd meg fogja kicsit legyinteni a földet, és akkor ugye el fog pusztulni mindenki, a kutak vize mérgezővé válik. Tehát tényleg hihetetlen nagy rettegés tombolt akkoriban, a világ az viszont mégsem ért véget. De akár beszéltünk arról, hogy a Keops piramis méricskérésekor jöttek ki olyan évszámok, hogy mondjuk 1936-kor, vagy amikor rájöttek, hogy hát mégsem 1936-kor ér véget a világ, mivel már akkor valószínűleg 1936-ot írtak, tehát mégsem ért véget a világ, hanem 1953-ban számítási hibák miatt, de ugye akkor sem lett világvége. Egészen odáig, hogy a különböző szokatlan és igen ritka naprendszerbeli bolygó együttállások. Tehát amikor 1962. február 5-én 7 égitest állt kvázi egy vonalban, és ezt hitték annak, hogy na, itt most biztosan világ vége lesz. És nagyon érdekes, hogy sokszor ezek az említett csillagászati jelenségek egy-egy ilyen paradigmaváltáshoz is kötődtek. Ugye Tycho Brahe-t említetted, ugye az 1500-as évek végén, akiről ugye tudni kell, hogy az utolsó olyan jelentős csillagász volt, aki még a távcső felfedezése előtt dolgozott, ugyanakkor hihetetlenül pontos méréseket hajtott végre. Zseniális csillagász volt, nagyon tetszett. Így van, és lényegében Kepler az ő munkatársaként, vagy az ő alapjaira építve tudott tovább lépni, és ez valóban így van.
és utána változott a világ, és a távcsöves megfigyelések egy új korszakot jelentettek, de említetted Kurin Györgyöt is, aki valóban ugye 5 éves gyerekként félt és megijedt az üstököstől, talán el is bújt az asztal vagy az ágy alá, volt még egy ilyen szál is ennek a történetnek, utána pedig ő maga később üstökös felfedező, az első magyar üstökös felfedező lett. Úgyhogy érdekes módon egy-egy ilyen félelem vagy elképzelés utána egy ugyanannál az embernél, vagy egy adott korszakot követően egy más irányba vitte a tudományt. És még ez a 62-es bolygó együttállás, hogy ezt Kulin ezzel nagyon alaposan foglalkozott tudtommal, akkor ugye az Uránia csillagvizsgálóban folyamatosan izzottak, ugye akkor már ugye volt azért telefonvonal, be lehetett telefonálni, és azt kell mondani, hogy sokszor ugye a mai hangulat, hogy így egy felfokozott, sokszor értetlen vagy félelemben élő érdeklődők voltak, és próbálták ugye helyre tenni, és nem következett be a világ, a másnap is lehetett hívni az Urániát, nem dőlt össze, a Gellértet se borult a Dunába, úgyhogy ezek érdekes felfedezések, meg felvetések voltak. A Halley-vel kapcsolatosan szeretnék még egy pár dolog eszembe jutott, mert ugye én sokkal régebbi dolgokat találtam, tehát mint amit te mondtatok, tehát már ti jóval több évszázaddal is Tihó előtt, hogy hogyan jelenik ez meg, mert tudjuk jó, hogy a Bibliában rengeteg ilyen jelenség van, ugye hát nem csak a Jelenések könyvének az apokalipszise, mint olyan, ami fontos lehet, hanem már korábban az újszövetségi részben is nagyon sok ilyen momentum van, ami ehhez kapcsolódik, és kimondottan a Halley üstökösnek is vannak különböző nyomai, amit nem is tudnánk, hogy mi az, mert ugye használjuk a kifejezéseket is, meg a szófordulatokat is, de nem is tudjuk valójában, hogy miről beszéltünk, még mire is gondolok többek közt. Több profétánál jelenik ez meg a Halley üstökös, mint olyan, és nem tudjuk, hogy arról beszélünk. Például ugye Dávid királynak ugye a neve ugye mindenkinek ismerős, ha más nem, ugye hogy ő volt Salamonnak az apja, tehát az első nagy jelentős király ugye Izrael történetében. Tehát például, amikor ő írja, hogy az Úr angyalának kivont kardját rátja az égbolton, tehát ezt vissza tudták számolni, hogy az ő, amikor ő volt király, hogy ez mi lehetett valójában, mert ez a kivont kard, mint olyan, ez olyan körülmények között jelenben, amivel vissza lehetett következtetni, tehát Ponori előttök jó értekezést tart, hogy ez nem volt más, mint valószínűleg ugye a Halley üstökös. És nem csak nála jelenik ez meg, teljesen más, tehát ugye elképzeljük egy üstököst, ahogy van a feje meg a csóvája, tehát teljesen olyan tényleg, mintha egy kardot láthatnánk, tehát Dávid ugye nem tudta értelmezni, hogy mi az, amit lát, hiszen nem képzett csillagász volt, hanem maximum a landművészethez értett, ugye? De hogy ezt egy kardnak képzelt el, és valószínű, hogy ez a Halley üstökös lehetett. De nem csak nála volt, ezt nem későbbi profétáknál is ugyanúgy megjelent. Tehát Jeremiás proféta, ugye, aki siratja Jeruzsálemet, ugye nagyon szép ilyen sorai vannak, amik nagyon ilyen lirikusak és szívbe markolóak. Nála például ez az egész egy gőzölgő üstként jelenik meg. És amikor először ezt hallja az ember, akkor azt gondolja, hogy hogy lehet egy üstököst üstnek, mármint egy ilyen edénynek elképzelni, de ha meggondoljuk, és ezt az üstököst nem viszintes irányba képzeljük el, hanem az egészet elfordítjuk 90 fokkal, és a felső része van lent, és a csóvája pedig az égnek áll, akkor tényleg olyan, mint hogyha egy edény lenne, ahol úgy gőzölök kifele a vízpára. És ezt visszaszámolták, és valószínű, hogy ez a Krisztus előtti 616-os Halley üstökös megjelenése lehetett. És még egy, ami szintén érdekes, hogy Dániel prófétának a története talán többeknek ismerős lehet, amikor ugye vannak a királyi udvarban, és egyszer csak megjelenik egy kéz, és a falra felír egy szöveget, ez a mene-mene teker ufászín, hogy az vajon mi lehet. És ugye ez nem, amit akkor ezt megpróbálják visszafejteni, hogy ez vajon mit jelenthetett, tehát ez az emberi újak jelennek meg, valószínűsíthető, ugye, hogy ez is egy ilyen szimbólumrendszerbe érthető az egész, hogy ez is a Krisztus előtti 540-es Halley üstökös megjelenése lehetett. És ezt általában nem szokta tudni az ember, tehát hogyha még maga forgatja is a Bibliát, vagy olvasja is ezeket a történeteket, tehát az, hogy az Úr angyalának kivont kardját látok, akkor mindenki egy teljesen ilyen szárnyas alakra ugye, asszociál rögtön, akinek egy rendes kard van a kezébe, és nem jut eszébe, hogy ez valójában a Halley üstökös volt az, amit először láthatott Dávid király, ugye jó pár évszázaddal előttünk, csak nem tudta ugye értelmezni, hogy mi az, amit lát. De ugyanígy mondom, hogy a profétáknál is megjelent a Halley üstökös, mint olyan, tehát nem csak
A későbbi századokban ilyen egészen ősi leírások is vannak róla, amiket csillagászati számításokkal vissza lehet számítani, és be lehet bizonyítani, hogy ténylegesen azokról volt szó. Ugye az üstökösök mellett a kisbolygók is megjelennek, mint potenciális világvége okozók. Erről azért azt el kell mondani, hogy 1960-as években lett az egyértelmű, párhuzamosan a Holdnak a vizsgálatával, illetve a földi meteorit krátereknek, amit akkor még ugye nem tudtak, tehát vita tárgyát képezte, hogy ezek kozmikus, vagy vulkanikus, vagy valami más földtani folyamat eredményeként jöttek létre, de ezek együtt jártak, tehát a kisbolygók érdekes módon azért ugye akkor még nem tűntek veszélyesnek, mert olyan nagyon feltűnő, fényes kisbolygót nem lehetett látni, esetleg ugye csak üstökös. Ennek ellenére már így a 60-as években megjelenik, hogy ez az Ikarosz kisbolygó kapcsán világvége jósla, de talán ez a 60-as évek vége, amikor már egyértelmű volt, hogy a holdkráterek is becsapódásoknak az eredményeképpen jöttek létre, ekkor már egyértelmű volt, hogy a földi meteorit kráterek azok kozmikus eredetűek, és ekkor lett egyértelmű, hogy ezek amellett, hogy üstökösök is létrehozták, de leginkább meteoritikus testek, tehát becsapódó meteoroidok, az 10 méter alatti méretskálán, bár ezek azért nyilván csak esetleg kátergődött, de valójában ugye ezek már az a mérettartomány 10 méter fölött, vagy ha máshol húzzuk meg, ezek komoly, nagyméretű objektumok, amelyek valóban krátert tudnak ütni, nyilván a Holdon megmaradtak egészen kisméretűek, tehát érdekes módon ezek előkerültek úgy, hogy valójában igazi bizonyíték csak az 1994-es hírhet esemény, amikor ugye a Jupiterbe egy szétdarabolódott üstökös becsapódott, akkor lett valójában az emberiség történetében először szemtanúja az ember, már úgy, hogy kisebb amatőr csillagász távcsöveken Magyarországon lehetett látni, hogy a becsapódást követően hatalmas, ugye ezek a robbanásfoltok, ezek a légkörben sötét foltokként megjelennek, növekednek, ebből több darab is látható, és ott esett le a tantusz, hogy valójában ezek veszélyesek, igazi világvégét is okozhatnak, és azok a korábbi elképzelések, ami mondjuk a dinoszauruszok kipusztulásával például összefüggésben megjelent, azok lényegében itt nyertek először olyan értelemben bizonyítást, hogy egy átlag ember is szemtanúja lehetett, aki mondjuk így állt hozzá és elolvasott akár egy ismeretterjesztő cikket, hogy megértette, hogy ezek valóban okozhatnak, de ezek mögött minden esetben egy tudományos, egy természettudományos jelenség vagy egy objektum áll, és semmiképpen nem valamilyen fantazmagória. Hát azért a fiatal koromra, hogyha visszatekintek, bármilyen furcsa is ezt mondani, azért elég sok olyan hírrel találkoztam, főleg a TV híradókban, főleg a kereskedelmi TV híradóiban, amik arról szóltak, hogy jön egy XY nevű kisbolygó, ami elhalad a Föld mellett, de ezt már eleve úgy tárgyalták, mint hogyha egy ilyen hűde nagy világvége esemény lenne, illetve ugye a különböző újságok is úgy tálaltak ilyen kisbolygó megközelítéseket, minthogyha ez a kisbolygó 100%-os valószínűséggel becsapódna a Földbe, és itt az, ami kicsit olyan kellemetlen, mert ugye magának a médiának is ugye van ebben egy felelősség, illetve felelőtlenség abban, hogy ennyire továbbra is félnek az emberek a világunk végétől. De tudod, miért lehet ez? Szóval ez az izé, hogy mindig rögtön erre asszociálnak, hogy világvége lesz, hogyha egy kisbolygó közeledik ennek. Vissza lehet gömbölyíteni ezt szintén a bibliai apokalipszishez, amikor a hatodik pecsétnél, illetve amikor a harmadik, meg a negyedik, illetve az ötödik angyal megjelenik. Ezzel jár együtt. Tehát ezt hallgatta a keresztény kultúra évszázadok óta, hogyha eljön az apokalipszis, akkor ez fog történni. Tehát ezeknél a történeteknél is ez olyan évszázadok óta benne van, hogy ezt nem lehet egyszerűen ezt levetkőzni. Tehát a keresztény kultúrkörben is, ha csak ezt nézzük, ugye, hogy a jelenések könyve, amióta ezt magyarázzák és mutatják, ez ott van, hiszen ezek a történések a különböző pecsétek feltörésekor, meg az angyalok megjelenésekor, ez az egyik fő jelenség, hogy igenis a kisbolygó becsapódás fog történni, mint az apokalipszis egyik ilyen hozzávetője a különböző
angyaloknál különböző egyéb történések is lehetnek, tehát betegségek, háborúk, stb. Stb. De ez szinte egy ilyen állandó jelző, hogy ez is lesz. Tehát teljesen mindegy, hogy melyik fog megjelenni, de ez is lesz, és ezt hallgatják az emberek, mondom, évszázadok óta. Tehát úgyhogy ez azért is van ilyen zsigeri mélyen benne, de nem csak itt van, tehát hogyha nem csak az Új Szövetségben volt, ugye ez a jelenések könyvében, hanem szintén vissza lehet ezeket kömbölyíteni akár egészen messzire, mert hogyha például Tutanhámonnak volt egy vastőr, ami megvan, például ez egy meteorit vasból készült. Tehát ez a BNP-nek, az égi fémnek hívják ezt a vastört, ami ugye megvan. Tehát már akkori egyiptomiaknál is volt, ugye, mert ők ugye nem úgy vették ezeket, hogy őrizni kell, vigyázni kell, be kell rakni vitrínbe, hanem szépen felszedték, és ugye újra hasznosították. De ez ilyen hullások, amik benne vannak szintén az ilyen ősi tudatban, tehát már jóval a kereszténység előtt is, Szodoma és Gomora történetét mindenki ismeri. Tehát ott ez a hatalmas nagy, ugye tüzes eső, ami volt, azt valószínűsítjük, hogy az is egy ilyen hatalmas nagy meteorit raj becsapódás lehetett. Vagy a későbbi Ezékiel próféta látomásának is szintén ilyesmiket írt, amik ilyen hatalmasnak tűzgömbök potyognak le az égről. Tehát ez már akkor is megvolt, és hogyha valaki ilyet látott több évszázaddal előttünk, persze, hogy halálra rémült, és ugye ezt írta rá, és ez nagyon is jól jött például az összes prófétának, mert hogyha rá tudott mutatni az égboltra, akkor tudta mondani, hogy jobb lesz, ha mindenki összeszedi magát, és egy kicsit magába száll, mert ha nem, akkor tényleg el fog jönni a világ vége. És ez szerintem ez innen eredeztethet, és ez annyira mélyen van bennünk, és természetesen a média, meg főleg az ilyen kevésbé minőségi írások, ezt állandóan meglovagolják, és be is jön nekik, valljuk be őszintén. Biztos vagyok benne, hogy ti is jártatok már úgy, hogy egy ismerősötök oda ment hozzátok, hogy figyelj már, Erzsó vagy Nándi, azt olvastam az újságban, vagy azt láttam a tévében, hogy 2 hónap múlva a világ vége lesz. És akkor ti pedig forgattátok a szemeteket, hogy ugyan már, de hogy lesz világ vége. Ugye? Előfordult. Ez pontosan előfordult. És általában, aki kérdezi, azt lehetetlen meggyőzni, mert kevésbé, tehát az érvekre nem kíváncsi, és nyilván van valamilyen prekoncepció. Viszont még annyi, hogy ezek ugye a proféták elhangzottak, de megjelenik ugye a hamis proféták, sőt gyakorlatilag, itt szinte a napjainkban, hát emlékeztek a Jakutek, meg a Hélbó püstökös, ez 1996-97, ezek fantasztikus látvánnyal szolgáltak, tehát én annyira a retinámba égett, ezt soha nem lehet elfelejteni, de ugye a Hélbó kapcsán elhangzott Japánban ugye egy hamis proféta, egy szekta történése, és ebben nem akarok belemenni, de az a lényeg, hogy ezek az ilyen típusú emlékképek a távol-keleti kultúrákban is élnek, ezt kevésbé ismerem, de viszont teljesen egyértelmű, hogy Erzsó mondja, ott is nem a semmiből jött, hanem nyilván van valamilyen alapja, ami akár az ókortól húzódik, amiért féltek ettől az üstököstől, ugye ez konkrétan a kettő közül a Hale-Bopp volt, idegen civilizációk küldöttének tartották, és ebből komoly problémák adottak. Úgyhogy ez megjelenik szinte napjainkig, húzódik ősi gyökerekkel. Hát elég, hogyha 2000-es évekre gondolunk, amikor tényleg sokan mondták, hogy hát úgy félek a 2000-től, mert hogy akkor világvége lesz. De hát miért lesz világvége? Hát nem tudom. Tehát ugye voltak olyan komolyabb félelmek is, hogy ez a Y2K, amikor azt hitték, sokan megint csak hitték, hogy a számítógépek majd biztosan megzavarodnak az átállás miatt, és ezért teljesen megbolondulnak, és ezért teljesen összeomlik a világ. Sőt, bocsánat, csak egy közbevetés, hogy egész konkrétan Magyarországon, kevés nagyon kedves barátom Mojzes Imre, aki azóta autóbalesetben elhunyt, ő csillagászat történettel is foglalkozott, a kalocsai csillagvizsgáló történetének legavatottabb szakértője volt, Mojzes Imre kormánybiztosi felkérést kapott, hogy konkrétan vizsgálja meg, hogy milyen következményekkel járhat, egyeztessen az informatikai szakmával, az államigazgatással, tehát erre azt mondom, hogy nem csak szóbecédszerűen, meg félelmekkel készültek, hanem konkrétan az államigazgatás foglalkozott ez a kérdés, és ez nem csak Magyarországon volt így az egész világ, aztán valójában semmi nem történt.
szegény Imre barátomnak nem volt feladata, de attól függetlenül erre nagyon komoly költségvetési támogatásokat, meg külön célösszeget biztosítottak Magyarországon is. De az az érdekes, hogy lehet, hogy nem volt végül is semmi komoly probléma, de nem tudom, hogy tehát volt akkoriban egy kép is keringett, meg 2000 januárjában én is jártam úgy, hogy amikor bankautomatából vettél ki pénzt, érdemes volt megnézni, hogy hanyas dátumot nyomtatott rá ki a gép. Mert nem egyszer futott bele az ember 1901-es dátumokba, tehát, hogy annyira nem sikerült ez az átállás, és ez roppant vicces volt egyébként, hogy úgy vettél ki pénzt, hogy a rajta lévő dátum az nem 2000-es volt. De én erre emlékszek, mert ugye eléggé nagy voltam akkor, ugye, amikor ugye 99-2000-es volt, és biztos emlékeztek rá, hogy akkor is mekkora nagy vita volt ebben, hogy most ez ezredforduló, nem forduló, vagy mikor van az ezredforduló matematikailag, hogy mikor van ugye ez a századszámítás, tehát ebből is hatalmas nagy ilyen viták volt. Hogy most ténylegesen történik-e valami, vagy sem. Ugye, hogyha akkoriban is nézte az ember a tévét szilveszterkor, akkor azt vette észre, hogy eljött a 99. december 1, és még ugye nálunk nem volt éjfél, de ugye tőlünk sokkal-sokkal nyugatabbra, már ugye éjfél volt, és akkor azt láttad a tévében, hogy igazság szerint nem történt sem, és ahogy telt az idő, és egyre több és több országban mondták ki, hogy bujék, és akkor még mindig maradt a világ, és még mindig élt a világ, és akkor ugye az idő után rejött, hogy végeredményben ez is csak egy ugyanolyan szilveszter, mint a többi, és valószínű, hogyha meg ha világvégés lenne, elég fantáziátlan lenne, ha ilyen konkrét dátumokhoz lenne szerintem kötve, tehát ez eléggé nem lenne olyan eredeti. De mégis, amikor ugye eljött a 2000-es év is, amikor ugye sajnos január 30-án bekövetkezett ez a tiszai cianszennyezés, akkor már egyből voltak olyan hangok, hogy hát lehet, hogy van mégiscsak valami ebben a világvége dologban, hogy már, hogy még ugye január van, de ugye a Tisza élő világ az már teljesen elpusztult. Hát igen, meg ugye ilyenkor jöttek ezek a biztos lények, ez a Nostradamusnak a különböző jóslatai, amikor ugye a 14. században élt, amit említettem is, ő egyébként egy orvos, csillogász, asztrológus volt, és egy mitikus jós, tehát ő neki voltak ilyen elragadtatott pillanatai, amikor mindenféle képeket látott, és ezeket szépen leírt a 4, illetve 6 soros formátumokban, és ugye egyébként ezeket próbálják értelmezni, és ugye ezért nagyon érdekes, mert végül is akárhogyan, majdnem szerintem akárhogyan tudnák értelni, amiket ők leértek, de például a 2000-es évben rengetegszer előkerült így a neve, és mindenre rá lehetett így húzni, hiszen volt tényleg egy-két dolog, amit úgy néz ki, hogy tényleg megjósolt, hiszen Hitler meg Napóleon fellépését is vissza tudják valahogy vezetni az ő jóslataira, a második világháborút, viszont felírta nektek egy 4 soros idézetet, amit felszették olvasni, amit kíváncsi vagyok, hogy tehát egy a 2020-as történésre vezetik vissza, és állítják azok, akik Nostradamus jóslatait értelmezik, hogy ez kimondottan egy konkrét történelmi eseményre értelmezhető. Először elolvasom nektek, és talán megmondom, mi az élmény, hogy ti ebből a 4 sorosból kimondottan ezt vezettétek le, mindezt értve azzal, hogy a 2000-es években, amit visszavezettek, ugye, hogy amit te mondtál, hogy a cianszennyezés biztos a világvége, hogy Nostradamus is megjósolta ugye a 2000-es világvégét, hogy ez mennyire értelmezés kérdés az egész. Hiszen azt írja, hogy egy nagy híd, egy tágas síkság közepében a nagy oroszlán császári erőkkel a szigorú város kintrekesztését okozza. És azt mondják, hogy ez a Brexitre igaz. De szerintem, hogyha elolvassuk újra és végigértelmezzük, ezt bármire érthetnénk. Tehát annyira tágas körül, tehát hogy itt is a 2000-es évben, hogy világvége lesz, Nostradamus megmondta, igen, úgy is érthetjük, ha úgy olvassuk. Mire gondolt a költő? Igen, ez a mire gondolt a költő, mert főleg abba gondolva, hogy Nostradamus ezt teljesen ilyen más tudatállapotban írta, és ugye tudjuk jó, hogy akkoriban, amit te is említettél, hogy 1665-ben ugye nagyon sok pestis is volt, tehát nem csak a Jupiter-Szaturnusz együttállása, hanem sorozatos pestis járványok voltak, és ugye Nostradamus maga is pestis doktor volt, és az árarca alá ugye mindenféle füveket kellett berakni. És ilyenkor az ember, ha tovább gondolja, hogy vajon mivel füveket szagolhatott egész nap, aminek kapcsán este, amikor leült, mindenféle képek jelentek meg előtte. Hát könnyen lehet. Egyébként nekem vele kapcsolatban mindig az ugrik be, hogy úgy, ahogy sokszor a bibliai leírásokban konkrét természettudományos leírásokat keresnek, vagy egész pontosan elvárják, hogy valamelyik evangélista mondjuk egy mai kutató szóhasználatát használja, ez mindig nagyon félremegy, és de valahogy ezt érzem egy kicsit párhuzamosan mindig Nostradamusnál, hogy valamit ez a szerencsétlen
hát mindig öreg embernek mutatják, de nem tudom, hogy akkor mennyi idős volt, nyilván nagyon idős azért nem lehetett. Valamit hetet havat összehord, nyilván valamilyen tudatmódosítószer is, amit elhangzott, és ezt a hetet havat, amit összehordott, manapság megpróbálják párhuzamba állítani, és gyakorlatilag mindent mindennel, hogyha valaki nagyon igyekszik, párhuzamba lehet állítani, és így lett Nostradamusból valamiféle jós, amit valójában én rendkívül nevetségesnek tartok, de ugye igény van rá, tehát azt lássuk be, hogy ez azért végighúzódik az emberiség történetén, ezek az áltudományok, ugye az asztrológiát szoktuk mindig emlegetni. Érdekes módon az alkímia kihalt, tehát már nincs olyan bolond, aki mondjuk aranyat akarna csinálni, de az asztrológia bolond hívei azok ugyanígy köztünk vannak, sőt gyakorlatilag mindent ural. És ezek is összefüggnek, hogy ilyen múltban nyúlod, de az emberiség képtelen meghaladni különböző sztereotípikat, áltudományokat, és akár előrángat fülőnél fogva ezt a szerencsétlen Nostradamust, aki valamit leírt, és akkor belemagyarázunk az olyan 20. századi, vagy már 21. századi történéseket. Biztos vagyok benne, hogy lehet ilyen honlap, ahol mondjuk holnapra is van valami jóslata, vagy a nyárra. Pont beletrafáltál, mert vannak. Tehát épp azt hiszem, hogy 1555-ben jelentek meg ugye ezek a Proféciák című műve, és egyébként nem volt olyan öreg, mert összvisz 63 évet élt, ahogy néztem. Tehát annyira idős nem volt, csak ugye egy nagy szakáros őszörű embernek állt. Tehát azt nézett, ténylegében úgy relatíve volt idős, mert ugye tudjuk jó, hogy a 14. században nem élt. Hát mint a farsangban, hogy amikor valaki csillagásznak öltözik, ilyen fekete köpeny, csúcsos süveg, és akkor csillagok vannak rávarva, és valami jászakát adnak a gyerekre. Tehát körülbelül mindig ez a kép ér róla. Stimmel, csak nem volt ilyen süveges kalapja, de tömi az minden sinő, a képeken általában tényleg úgy néz ki. És amit mondtál, ugye, hogy minden évre van ilyen is mi. Amikor próbáltam utána nézni Nostradamus dolgainak, találtam olyat, hogy Nostradamus jóslatai és 2000-2001-2000, stb. Tehát így fel vannak sorolva tételesen, és például erre az évre is nagyon sok klassz dolgot jósolt, tehát egy párat szeretnék, tehát ezeket ez a cunami, földrengés, hurikán, stb. Becsapódások, névvándorlás, ezeket nem is sorolom, mert ezek olyan, hogy is hívják, jegyek, amik ugye minden évre ráhúzhatóak, teljesen mindegy, hogy 2021-ről, 20-ról, 19-ről, vagy bármelyről beszélünk. Viszont ami ránk vonatkozik, az, hogy az űrturizmus és a mesterséges intelligencia korának nevezi ezt a 2021-es évet. És szükségünk van rá, tehát a világvégék pszichológiáját nézzük meg, miért van erre szükségünk? Tehát kell ez nekünk? Miért rettegünk? És várunk egy új időpontot, vagy várnak sokan. Ez, mi lehet ennek a háttere? Hát ugye hadd mondjam el, hogy tényleg ugye Kulin is megírta, ahogy a kis életrajzi kötetében olvastam, egy nagyon-nagyon elgondolkoztató dolgot, amit most így engedjétek meg, hogy felolvassak. 2000 éve nagyon sok világvége megjövendőlt dátuma rémítgette az emberiséget, de úgy látszik nem tanultunk belőle. Az elgondolkodható az, amikor egy-egy ilyen pánik elmúlik, az emberekben nem a tudományos szemlélet rögződik meg, hanem a félelem tovább él, és csak új dátumra vár. És ez teljes mértékben igaz, én szerintem. Igen, és ugye lesznek még, tehát ha most ugye ez így bennünk van, várjuk, stb. Mi a következő? Ti mit hallottatok? Mikor fogunk elpusztulni legközelebb? Én olyat tudok, amit sikeresen átéltünk, és mindannyian. Tehát a legközelebbit nem tudom, de a múltbelit tudok, és volt olyan, amiről... És melyik volt a legutolsó, várjunk csak, mit vészünk. Tehát, várjunk, mert emlék, a 2012. december 21-re talán mindenki emlékszik, tehát ez úgy megvan, de a másik, ami nekem meglepő volt, amiről nem is tudtam, hogy átéltük, a 2014. február 22-i világvégét, mert ugye azt nem fújta fel annyira a média. Tehát először inkább, hogy a 2012. december 21-én, tehát épp azt beszéltem a nagyobbik gyerekem, amikor nézte, amikor hogy készülni fogok, hogy mi is ez valójában, ugye erre ő is emlékszik világosan, mert ő már akkor iskolába járt, és ugye én nem tartom magamat egy olyan embernek, akit könnyen befolyásolni tudnak, ahogy te mondtad, mindenféle áltudományokkal, meg ilyen asztrológiai, meg ilyen egyéb befolyásokkal, de annyira, nem tudom, hogy emlékeztek rá, de olyan keményen mondták akkor minden egyes vonalról, hogy itt lesz a maja időszámítás vége, ugye akkor volt ez talán ez a Nibiru aszteroida becsapódását várták meg, hogy a 26 ezer éves csillagászati időszak véget ért, és a maja világ vége lesz. Hogy ugye én magam is úgy döntöttem, hogy ez nap
Nem engedtem például a gyerekeimet iskolába, mert úgy voltam vele, hogy nem hiszem el, hogy világvége lesz, de ha mégis, akkor inkább legyenek ott mellettem, mert sose lehet tudni, mert munkahelyemről nehezebb lenne összeszedni őket, hogyha inkább biztonságban legyenek mellettem. Tehát szerintem ez volt egy olyan nagy hisztéria, nem tudom, emlékeztek le. De viszont amit Gergő mond, teljesen olyan igaz ez, hogy eltúlt ez a december 21-e, és december 24-én már ugyanúgy zajlott az élet, mintha mi se történt volna. Tehát teljesen így mentek tovább a hétköznapok. És hát, hogy a Nibiru is szóba jött, azért arról is egy pár szót hadd említsek. Ez egy tipikus olyan égitest, ami így a naprendszer égitesteinek a mumusa, ami nem létezik. Tehát igazából hol úgy hivatkoznak rá, mint egy barna törpe, hol úgy, mint egy kis bolygó, aminek 25-szörös a földtömege. Tehát teljesen logikátlanságok alapján beszélnek erről az égitestről. Igazából nem is tudok mit mondani róla, ami alapján be lehetne határolni. Tehát ez gyakorlatilag az az égitest, amit az embereknek a félelme formálnak. Tehát ami tényleg egy ilyen naprendszerbeli mumus, ami jön valahol a naprendszer határvidékéről, a naprendszer belsejébe, és aztán bejön, és akkor egy ilyen teljes kataklizmát idéz elő. Viszont ugye fel lehet tenni a kérdés, hogy hát akkor hogy nem látjuk már a Szaturnusz távolságából, mert már látszódnia kéne. Hogyha nincsen róla egyetlen felvétel, egyetlen asztrometriai mérés. Semmit nem tudunk róla. Tehát ez gyakorlatilag az égitest egy mumus, nem létezik. És hát itt el kell mondjam azt, amit a félelemről olvastam múltkor, hogy tényleg a félelem olyan, mint egy csukott ajtón át valaki, kinyitod az ajtót, és az ajtó mögött senki nem áll. Igen, ugye az üstökösök lemondják sokszor, hogy a látható semmi, hogy ez az égites, meg a láthatatlan semmi. És nagyon érdekes, hogy amit így mondtatok, hogy gyakorlatilag ez egy teljesen megfoghatatlan. Ugye én korábbi média szerepléseknél, amikor ez előkerült, mindig napra kész akartam, mert ez mindig kérdés, és így próbáltam nekiülni, hogy erről valami információt összeszedjük, de valójában nekem soha nem derült, hogy micsoda, biztos lehet valami ostobaságot találni, de egy olyan konkrét megfogható dolog, mint hogy most, mit tudom, egy üstökös becsapódástól félünk, mert világvége jön, az adott, annak utána lehet nézni, így, amiket ugye emlegettetek is, számtalan megjelenést, amit ugye annak tulajdonítottak, de ott valójában volt valami égítés. De ennél mindig abba futottam bele, hogy valahogy nem találok róla információt, mert ez talán nem is létezik, tehát ez egy ilyen megfoghatatlan, egy ilyen fantomszerű valami, amire nincs épkézláb magyarázat. Viszont az, hogy mondjuk esetleg elolvassak valamilyen áltudományos leírást, ahhoz meg gyomor kell, tehát az igazság, attól megpróbálom magam távol tartani, tehát ahhoz kevés az idő. Úgyhogy így számomra sem derült ki, hogy micsoda, meg remélem nem is fog, meg úgy lekerül a napirendről, de érdekes módon ez állandóan előjön, hogy vannak ezek a fake news kategóriák, amik időről időre előjönnek, mert valaki kitalálja, vagy újra kitalál, vagy valami hasonlót, vagy előássa, és ugyanazok így, ugyanazoktól elkezdünk félni és rettegni, vagy valós, vagy nem, vagy ostobaság, vagy nem, de nyilván az, hogy világ végét okoz, az biztos, hogy nem, mert akkor már bekövetkezett volna. Azzal, hogy azt azért ugye el kell mondani, hogy nyilvánvaló, hogy ahogy a csillagok élete is meghatározott, determinált, egy bolygónak is az emberhez hasonlóan. Tehát azt azért hozzá kell tenni, hogy egyszerűen lesz olyan értelemben világvége, hogy a napunk is a működésében egy másik periódusba kezd, utána lényegében annak a csillagfejlődési fázisnak a végén ugye gyakorlatilag elpusztul, ugyanúgy a Földnél is igaz lesz ez, de hát akkor már emberiség a Földön biztos, hogy nem lesz, valahol lehet, hogy a kozmoszban igen, mert ez olyan távoli időszak, hogy lehetőség lesz a csillagközi utazásra. Sőt, már ugye jóval előtte nem lesz élet a Földön, mivel a napnak a sugárzása annyira megemelkedik, megnövekszik, hogy teljesen mindenféle élet eltűnik a Földünkről. Ahogy ugye folyamatosan emelkedik a napsugárzása, miközben vörös óriássá válik. Úgyhogy lesz világvége ilyen értelemben, de azt azért mindig el kell mondani, hogy ez egy valós természettudományos
hátterű történés, és ezek az időskálák, ezek eltérőek, tehát ez nem azt jelenti, hogy amit említettél a piramisnál, hogy mondjuk 1936-ot számoltak ki, és akkor már közel voltunk, akkor újra számoltuk, ez 1953, aztán mégsem, lehet, hogy két nap múlva, meg ugye a 2000-es év, hanem ezek ilyen, úgy mondom, hogy emberi ésszel felfoghatatlan, geológiai értelemben, nyilván azért magyarázható és közelíthető, hogy csillagászati értelemben, meg pláne itt már ugye azt mondom, ilyen kozmikus idő skálákról beszélünk, tehát ez lesz, de amikor valaki viszont ilyen hétköznapi vagy bulvárszintű világvégékkel jön, soha nem erre, vagy ilyen típusú eseményekre gondol, hanem valamilyen tényleg sokszor nevetséges, vagy beképzelt, egy valós hátterű, de csak elképzelt eseményre, tehát ezek között mindig érdemes határt vonni, viszont ha valakit mondjuk ezek a természettudományos világvégé kataklizmák érdekelnek, ennek mindenképpen megbízható forrást találunk, tehát számtalan, azt mondom így a kedves hallgatóknak is, számtalan ilyen ismeretterjesztő kötet megjelent, vagy cikk, videó, stb., de viszont nagyon észnél kell lenni, mikor az ember ezekből válogat, vagy ilyennek próbál utána nézni, mert ezeknél nagyon lyukra lehet futni és belefutni valamilyen ostobaságba. Akár egy könyvesboltba, ahol sokszor ezek az áltudomás, meg ezoterikus művek nagyobb teret kapnak, mint a csillagászat, vagy bármilyen természettudomány. Talál valami, de lehet, hogy ott van 10 másik, ami valamilyen totál bornírt ostobaság és félremagyarázás. Tehát azért ennél észnél kell lenni, hogy mit és hol érünk el, vagy fogadunk be. Na most én felteszem azt a kérdést, hogy szerintetek miért van szükségünk világvégékre? Szerintem nem szükségünk van, hanem hogy adott a helyzet. Tehát például, hogyha történik egy holdfogyatkozás, vagy egy nagy fogyatkozás, tehát nem is nekünk van szükségünk, tehát ezt valahogy egyszerűbb azzal magyarázni, hogy valami nagyon durva dolog fog velünk történni, mint az, hogy ugye, főleg, hogyha nincsen meg a háttértudásunk. Tehát az, hogy ez meg erről nem is beszéltünk, tehát az, hogy ezek a, tehát amikor meg voltak ilyen különböző holdfogyatkozások, nagyfogyatkozások, amikor olyan emberekkel történtek olyan időben, akik nem igazán ismerték ennek a hátterét, hogy ez iszonyú nagy félelmet és rettegés váltott ki mindig az emberekből. Tehát ez akár például a olyan biztos, ugye, amit Nand is emlegetett ezeknek a fals oldalaktól, ugye nagy kedvenc szófordulatuk a vérhold. És ez visszaedesze, tehát ennek megtaláltam ugye a nyomát, hogy kinél fordult legelőször elő, tehát az Ószövetségben Jóel prófétánál fordult először ilyen, amikor ő látott ilyet, és ő azt írta, hogy az egész hold olyan lett, mint a vér. Tehát ő írta le először ezt a vérhold szót, amit ugye imád felkapni a bulvár, és tudjuk jól, hogy nem egyszer találkozunk ember szembe, és próbálunk ellene valamit tenni, hogy ez egyszerűen, mint olyan, nem létezik. De a Jelenések könyvében is pontosan ugyanez van, amikor megjelenik a negyedik angyal, és akkor azt mondja maga a János próféta is, hogy a hold harmadát, amikor feltörte a hatodik pecsétet, a teliód olyan fog lenni, mint a vér. Tehát ez innen származik, és ugye ezt ugye tudjuk jól, ez ismerős kifejezés mindenkinek. Hát azt kell mondjam, hogy az emberi természet az irtózik az információk hiányától, és hogyha nem találunk információt, akkor keresni kezdünk, néhány esetben pedig gyártunk információt, és igazából az embernek az alapvető bázikus félelmei kerülnek elő. Amikor valamit nem tudunk megmagyarázni, akkor előkerülnek olyan elméletek, amiknek a megalkotásában az embernek az alapvető tudatalatti félelmei materializálódnak. Nekem mindig akkor nyílik ki a bicska a zsebemben, amikor erre ráadásul egy üzletág épül. Most kezdve akár egy UFO magazintól, vagy valaki, aki ebből él, eladja magát utána egy műsorba szakértőként, vagy ilyen témába könyveket jelentett meg, és ebből komoly bevételei vannak, vagy mondjuk hogy itt az elektronikus média világát nagyon jól ismerjük, hogy egy-egy ilyen felkapott fake news évelején itt az amerikai Mars szonda kapcsán, hogy egy pillanatok alatt megjelentek ilyen kamu videók, ami a valóságot megváltoztatták, és egy konkrét, ugye volt talán, amit minden második ember megosztott, arra az oldalra ugye átirányítja a figyelmet, ott elhelyeznek egy reklámot, és már is bevétel generálható. És még azt sem lehet elvárni, hogy mindenki képben legyen, mert nyilvánvaló, hogy olyan, hogy látszólag ugye ez, mint egy jó csalás, az csak az avatott szem
veszi észre, sokszor az sem, vagy csak második körben. De mikor ebből üzlet lesz, számomra az a leggyomorforgató. Hát az a gond, hogy az emberi természetnek nem alapeleme a kételkedés, sajnos. Én ebből az egészből ezt szűröm le, hogy még avatottabb szemek is képesek elfogadni olyan dolgokat, amikről egy kicsi, nem is háttérismeret, mert az lehetetlen, hogy mindenki mindent ismerjen, hanem egy kicsi kutakodás árán rájöjjön arra, megtalálja azt az információt, hogy ez, amit ő megosztott, ez nem igaz. És erre azért lehet talán, lássuk be, hogy itt mi működtetünk különböző elektronikus felületeket, és nagyon szépen látszik, hogyha egy ilyen típusú fake news vagy fake kép megjelenik, ott a kommentek között percek alatt lehet találni, tehát miért valaki mondjuk megoszt valamit, azért nézzen már rá, vagy ha bizonytalan, akkor inkább nem, mert nincs szükségre, tehát felesleges ezeket. De valóban az van, hogy az emberek így nem kételkednek, elfogadják, sok esetben még ugye, ha az ember ezt így jelzi, még esetleg egy sértődés is lehet a vége, úgyhogy nagyon csínyán kell bánni ezzel, és azt mondom, hogy inkább ez előkerült még a Parallaxis egyik adásában, hogy talán amivel lehet ezekkel a világvége jóslatokkal szemben, a különböző butaságokkal szemben, hogy pozitív, értelmes tartalmakat szolgáltatunk. Ezt lehet, mert ha viszont ilyen agresszíven vitába szállunk és letorkolunk valakit, legyen az egy személyes beszélgetés, vagy legyen az valamilyen komment háború, ez sohasem szerencsés, és ez visszaüt, és még azoknak is visszatetszés kelt, aki mondjuk esetleg megérti, hogy mondjuk leleplezünk valamilyen csalást, de lehet, hogy egy olyan stílussal párosul, amikor utána az illetőnek elmegy a kedve, meg senki nem szereti, lássuk be, ha kioktatják, és ilyen felsőbb rendű módon viszonyulnak hozzá. Tehát ezek nagyon, mint ismeretterjesztők, tudom mondani, meg ugye ebben nagyjából van, ezt így sokszor beszéltük, hogy nagyon óvatosan kell kezelni az összes jövőbeli világvége eseményt is, tényeket sorolni, de nagyon finoman, óvatosan és kellő gondossággal, és érthető módon, hogy az ne hasson valami elefántcsontoronyból vett okoskodásnak, ahol a tudomány felkent hívei az egyszerű pornépet lealázzák és észt osztanak, úgyhogy ez feladat, és komoly feladat, és ez azt mondom, hogy meg kell találni megfelelő csatornákat, embereket, módozatokat. Valószínű, hogy azért lehet ezeknek akkora nagy keletje, vagy azért kattannak annyira rá erre, hogy mert tényleg benne van az, hogy ez ami, hogy miért van erre szükség végül is, azért, mert ugye aminek eleje van, annak kell, hogy legyen valami vége is, tehát meg kell, hogy szűnjön valami, és valamilyen drasztikus vagy katartikus végének kell lennie egy dolognak ahhoz, hogy utána mindent újra lehessen építeni, tehát jöhessen egy tökéletes megtisztulás is. Lehet, hogy ezutáni vágy, amivel ez magyarázható, tehát hogy az egyén nem képes saját önön erejéből kilépni abból a bókuskerékből, amiben van, hanem egy ilyen külső hatástól vár segítséget, ami letörli az ő összes kis vacak dolgát, és akkor lehet egy újra kezdeni dolgokat, és lehet így megtisztulni, és lehet, hogy sokkal erősebb ez az ősi valamilyen vágy benne, mint hogy azt, hogy utána akarjon járni, hogy valójában mi ennek a igazi, valós alapja. Tehát ezért nehéz szerintem nekünk, amit Nand is mondott, ez az ismeretteljesztés meg megértés, mert ezek a dolgok sokszor sokkal erősebbek lehettek annál, mint hogy valaki leüljön és gondolkozik eljen, hiszen tudjuk jól, hogy ahhoz, hogy valaki gondolkozzon meg, értelmezzen dolgokat, ahhoz nagyon sok idő, meg energia kell. Tehát az nem megy könnyen. Könnyebb elhinni egy hamis képet, vagy egy bulvárhírt, mint leülni, utána olvasni, utána nézni. Tehát az sokkal bonyolultabb, és sokkal egyszerűbb megoldás ez, mint hogyha tényleg valaki tudna, és ezért nagy ez a felelősségérzet, amit ti is mondtok, hogy ezt a valahogy ebből kimozdítani a egyént, ez nem semmi, és nem könnyű, de szerintem nem reménytelennek, nem is szabad hagyni. Pont ezért gondolom azt, hogy szerintem egyetértetek velem abban, hogyha azt mondom, hogy mi kellene ahhoz, hogy ne legyen több világvége,
A válasz az, hogy egy tényleges világ vége. Tehát sajnos szerintem az emberi természet nem fogja még ezt egy jó darabig elengedni, hogy ne legyen bármiféle világ vége, hogy az embernek a félelmei ne materializálódjanak bármilyen módon, legyen az egy aszteroida becsapódás, vagy egy szupernóva robbanás, vagy akármi hasonló, előrevetítve az embernek az esetleges kozmikus lény korszakára. De ugye megkérdezem tőletek, szerintek tettek most per pillanat, milyen világ vége lehet? Mi jöhetne szóba? Hát én ugye kicsit visszautalok a kezdésre, nekem ugye a saját területemet érintve én azt tartom esélyesnek, hogy valamilyen kozmikus test, ugye egy kisbolygó becsapódik, és ez egy olyan méretskálájú objektum, ami akár egy globális pusztulást jelent a Földön. Nyilvánvaló, ugye ennek megvannak a matematikai modell, hogy mennyire valószínű, mennyire lehetséges. Nagyon embrionálisan, de megvannak a módozata, hogy lehet esetlegesen elhárítani, de az, hogy ez sikerülne, azt ugye nem lehet tudni, és az, hogy ennek van valószínűsége azoknál az objektumoknak, amiket ismerünk, gyakorlatilag nagyon minimális, de úgy mondom, hogy ami okozhat, azt ennek tudom be, illetve a másik, hogy valamilyen olyan emberi hiba, ami esetlegesen egy atomháború, egy valamilyen nukleáris katasztrófa, ami viszont a Földön pusztítja el a földi életet, az magának az emberiségnek a felelőtlensége okán. Én ezeket gondolnám. Tehát a fenntarthatóság klímaválság, amire úgy gondolom, hogy ami ilyen világvége állapotba vihetné az emberiséget, tehát hogy annyira tönkreteszünk magunk körül mindent, a természetet, stb. Tehát ez is valahol ilyen külső emberi tényező, csak én nem a háború vagy egyéb fegyverkezés vonalára közé tenném meg, hanem az, hogy egyszerűen a klímakatasztrófa olyan mértékű lesz, hogy az fog vezetni egy ilyen mértékű világ végéhez. És vagyok teljesen optimista, tehát azt kell mondjam, hogy ha lenne világ vége, akkor az a klímaváltozás, illetve a különböző emberi hozadékai vezethetnének ahhoz, hogy az emberi civilizáció nem azt mondom, hogy egyből véget érjen, hanem egy ilyen hanyatlásnak induljon. Elég, hogyha a mostani pandémiás szituációra gondolunk. Én igazából ezt, illetve egy ilyen globális katonai konfliktus látok esélyesnek, hogy mi az, aminek a legnagyobb esélye lehet. Hát bízunk benne, hogy az emberiség ezeket a hibákat elkerüli. Ugye mondhatjuk, hogy eddig elkerült, de hát az is tény, hogy ezek az ilyen típusú, amiket itt említettünk, ami ugye emberi vonatkozás, azok nyilvánvaló a mostani technikai civilizáció szintjén következhetnek be, a természettudományosok azok ugye bármikor. Az a kérdés, hogy az emberiség el tudja kerülni ezeket a hibákat, viszont azt mondom, a technikai civilizációnak viszont megvan az az előnye is, hogy megoldásokat találhat akár ugye a klímaválság kapcsán, akár mondjuk egy becsapódó kisbolygó, vagy pedig azt mondom, hogy az országok közti olyan együttműködés, amikor a politika ésszel közelít, ezeket a fegyverkezéssel, meg a háborúkkal összefüggő problémákat legalább tudja kezelni nagy vonalakban, hogy ezek globális katasztrófát ne okozzanak. Hát remélem, hogy azért még nagyon-nagyon sok világ végét fogunk át és túlélni. Azt hiszem, ez egy nagyon jó végszó volt. Ugye első adás volt, hadd kérdezelek meg titeket, hogy éreztétek a beszélgetést, milyen volt, milyen benyomásaitok vannak? Teljesen jó benyomásaim vannak, nagyon jól éreztem magam, nagyon érdekes kérdéseket vetettünk fel, azt kell mondjam, és kíváncsi vagyok, hogy a következő epizódokban mikről lesz szó. Szintúgy, és ugye inkább bízni kell be, amilyen végszó volt, hogy hát ha az emberiség tanult a múlt hibáiból, és tényleg egy kicsivel szebb és jobb világ felé fogunk mozdulni. És ezzel ugye műsorunk végére is értünk, ez volt tehát a Planetok ezt első évadjának első adása, és hogy a felkonferálásban is említettem, hogy ebben a formában találkozhattok velünk a nyár folyamán, legközelebb június 10-én. Szeretném megköszönni kedves hallgatóinknak a figyelmet, a műsorvezető társaimnak, Bardóczné Kocsis Erzsónak és Kovács Gergőnek a nevében is búcsúzom tőletek. Sziasztok!
Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott Parallaxis csapatát. Kattints a donate.emtv.hu oldalra, és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.emtv.hu